Az Európai Unió vidékfejlesztési programjában fontos szerepet kaptak a területeket, településeket összefogó úgynevezett líderek. A Szatmári Egyesület például az egyik legnagyobb térségünkben a teljes Csengeri és Fehérgyarmati járás, valamint a Mátészalkai járás 15 településének területét öleli fel. A rendszerváltás után mindenki önálló szeretett volna lenni ebben a térségben. Önálló az önkormányzat, a vállalkozás, a civil szervezet, és egyedül akarták megmutatni azt, hogy mire képesek. Az eltelt negyed század bebizonyította, hogy egyedül kevesek vagyunk, bármilyen nagy szervezetnek is gondoljuk magunkat, és ez a líderben folytatott munka összefogásra késztette mindezeket a szervezeteket. Az összefogást és a fejlesztéseket segítette az is, hogy az előző uniós költségvetési ciklus végén a maradvány forrásból közel 500 millió forint érkezett a Szatmár líderhez. A Tiszától keletre mi vagyunk az a líder, aki a lecsurgó forrásokból a legtöbbet kapott, és ezzel azért nagyon sok, szinte minden templomunk megújult, ami nem csak a gyülekezetek számára fontos, hanem hozzátartozik a folyók mellett a Szatmár csodálatos világához is. A Szatmárért, ahol unokáink is szívesen élnek, nem csak a helyi vidékfejlesztési stratégia, hanem egy újonnan megjelent könyv címe is. A kötet az elmúlt évek fejlesztéseit is összegzi. Fantasztikus mennyiségű faluközpont épült, felújítottuk az összes árpádkori templomainkat, és kialakult egy olyan turisztikai bázis, amely a jövő évszázadát megalapozta. A rendezvényen Kovács Sándor országgyűlési képviselő kiemelte, a jelenlegi líder jogutódjaiként új egyesületek alakulnak meg a térségben, ezek további fejlesztések előtt állnak. Olyan fejjel is kell gondolkodni, hogy hogyan tud a határon átnyúló kapcsolatokból is forrást lehívni, hiszen ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének körülbelül 10 milliárd forintos allokációt jelent, lebontást jelent, és ezen keresztül is biztatnám azokat a civil szerveket, hogy nézzék meg, tehát operatív programok, líder programok, határmenti együttműködések, ezeket mind rendelkezésre, ezek a források rendelkezésre fognak állni, és a programokat is komplexen egymásra épülve kell kitalálni, tehát azt ajánlom, ne egyből akarjanak mindent megvalósítani, és egy lábon állni, hanem egy komplex programnak részeit, szakaszait próbálják meg felépíteni, és ehhez rendeljenek mindig hozzá más-más forrásokat. A most megjelent kötet a Szatmár líder történetét is bemutatja, valamint a szatmári kultúrát örökíti meg.